Na, srácok, ja. Újra elérkeztünk egy ilyen videóhoz, én ilyet nagyon-nagyon ritkán csinálok, mert tudjátok, nálam a csatornán csak minden a szórakozásról és a jókedről szól. Egy kicsit kizárjuk magunkat a külvilágból, minden nap 18 órakor is szórakozunk picikét, de most erről muszáj beszélni, mert ez a dolog a szórakozásunk útjába állhat. A mindennapi 18 órai szórakozásunk útjába állhat az Európai Unió. Igen, biztosan, hála az égnek, biztosan egyre többen hallottok róla, egyre többen Magyarországon kezdik ezt a témát beszélni, megismertetni a többiekkel, mert egy nagyon-nagyon komoly dologról beszélünk. Itt igazából nem csak az én állásom, meg sok-sok magyar youtuber állása, meg nem csak youtuberek, a partner cégek, a szponzorációval foglalkozó cégek, nem biztos, hogy teljes cég megszűnésekről beszélünk, de biztos, hogy a rengeteg ember várna munkanélkülivé. Nem csak Magyarországon, az egész Európai Unióban, ha ezt a törvényt januárban elfogadják. 2019. január környékén, ha jól emlékszem, van erről egy szavazás, lesz erről egy szavazás, és ha elfogadják, na hát akkor itt vége a szabad internetnek, mondhatni így is. Igazából a téma még mindig nagyon shady, ilyen, hogy is mondjam nektek, homályos az egész sztori. Már egyre több mindent tudunk róla, egyre több ember nyilatkozik róla, egyre komolyabb ügyvédek beszélnek róla, de még mindig nem teljesen tiszta az egész számomra igazából. Magyarországon csak az elmúlt mondjuk egy hétben, két hétben kezdtek el úgy igazán foglalkozni vele, nem nagyon kerestem rá, egy-két youtubernél láttam itt Magyarországon, hogy végre beszélnek erről a dologról, mert fontos. Nagyon fontos, mert még egyszer mondom, nem csak az lesz, most valaki biztos otthon röhög, hogy ha, végre a youtubereknek, végre el kell menni dolgozni, kétkezi munkát végezni. Igen, ezt tudjuk, nagyon szép az a sztereotípia, hogy mi videókészítők amúgy semmit nem csinálunk itthon, csak verjük a fejünket a billentyűzetbe, és aztán lesz belőle egy videó. Én amúgy dolgozom a YouTube mellett is, de itt nem csak rólunk lesz szó, hanem rólad. Igen, aki most éppen ezt a videót nézi, a legnagyobb kárt azok az emberek fogják szenvedni, akik tartalomfogyasztók. És azt azért mondom, mert általában a youtuberek, a videókészítők tartalomfogyasztók is. Én azért kezdtem el a YouTube-on tevékenykedni, mert százszor jobb platformnak tartom, mint a televíziót, vagy az újságot, vagy bármilyen dolgot. És ez megszűnhet úgy, ahogy mi ismerjük. Igen. Tehát végre, mutatom nektek az e-mailt, végre kaptam egy e-mailt, nem is tudom mikor, mert ezt az e-mailemet nem szoktam nézni. Most persze, hogy belelógok a képbe. November 22-én kaptam egy e-mailt a YouTube-tól. Magyarul, mert ugye ezt angolul már kiküldték amúgy. Szia, Gergő Jánosék, szerbusztok! Nyugodtan végigolvashatjátok, de szerintem már hallottatok róla. Tehát van egy ilyen Article 13, azaz 13. cikkely nevezetű törvény előterjesztés, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ami a szerzői jogi irányelv részére lett kifejlesztve. Tipikusan röviden annyi a sztori, hogy olyan emberek, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy hogyan működik, döntenek. Ugye ezt az életünkben, ezt a mai világban nagyon sokszor megéljük, hogy olyan emberek döntik el a sorsunkat, akik igazából nem is ismerik azt, amiről döntenek, nem is tudják, miről döntenek, fogalmuk sincs, csak jól hangzik, jól néz ki, meg hát tö, és valamiről döntenek. Igen, pontosan most is erről van szó. Tehát az alapötlet nagyon jó. Ugye arról volt szó, hogy az a baj, csak angol szavakkal is, hanem ezeket a dolgokat. Tehát arról volt szó igazából az elején, hogy a copyright tulajdonosok, tételezzük fel zene tulajdonosok, tehát a kiadóknak elegük lett abból, ugye folyamatosan felhasználják a zenéket, és oké, hogy a YouTube letiltja, de nem mindig, meg nem jó, meg stb. Nem csak a YouTube-ról van szó, itt Facebook, Instagram, Twitter, minden ilyen internetes oldalról beszélünk, Twitch, stb. És elegük lett ebből, a YouTube-bal nem tudtak megegyezni, azért a YouTube-ot emelem ki, mert mindig ugye a legnagyobba kapaszkodnak bele az emberek. Nem tudtak megegyezni, ezért az Európai Unió törvényhozói felé fordultak, akik hát óriási nagy youtuberek, ugye? Nagyon sok európai politikus van fent a YouTube-on és napi videókat tölt fel. Nem. És az történt, hogy hát ezek az ott ülő emberek kitaláltak egy törvényt, arról röviden minden olyan tartalmat megbüntetnek, ami nem 100%-ban a tiéd, és te megjelenített. Tehát
én, ha most ide beteszek egy képet, amit az egyik én mémes oldalam készített, így ide bevágom, akkor ez azt jelenti, hogy a jövőben ezért, és ki, itt a gond, nem engem büntetnek meg. Nem engem, Jánosi Gergőt, hanem a YouTube-ot. Hogy ő miért engedte, hogy ez a videó megjelenhessen. Ugye ez most is így van, hogyha én kiteszek egy olyan videót, amiben mondjuk egy olyan zene van, amiért nem fizettem, mert amúgy sokan nem tudják, itt főleg fiatalabbakra gondolunk, de ha én megjelenítek egy olyan zenét, amiket ti általában hallatok, én azért kemény pénzt fizetek. Tehát én fizetek azért, hogy egyes zenék megjelenek. Vannak ingyenes zenék, de általánosságban az én videóimban fizető zenék vannak, én fizetek azért, hogy azt a zenét én beletehessem. Na most, ha én egy olyan zenét teszek be, amiért én nem fizetek, akkor ugye azért engem büntettek meg idáig, kaptam egy copy strike-ot, vagy azt a pénzt, mindent elveszik tőlem, stb. Innentől kezdve nem a zenéről, bármilyen képről van szó, amit nem én alkottam saját magam, a saját fényképezőgépemmel, és azon az én saját tartalmam van, tehát az én házam, azért megbüntetnek nem engem, a YouTube-ot, vagy a Twitch-et, vagy a Instagramot, vagy bármi olyat, aki tartalmat rak ki az oldalára mások által. Tehát ha én nem tudom bizonyítani, hogy az a mém 100%-ban az enyém, akkor azért a YouTube-ot megbüntetik. Erre a YouTube azt mondta, hát akkor köszönöm szépen, én mentem Európából. Na ez nem ilyen egyszerű. Mert értelemszerűen a YouTube-nak óriási része működik Európában. Rengeteg videótartalom készítő lakik Európában. A legnagyobb, ugye PewDiePie maga is, ugye Brightonban lakik, Angliában van, az még az Európai Unió része, nem sokáig, de ugye Brexit megtörtént, de édes mindegy, most még az Európai Unióban van a legnagyobb kreátor, még most is. És lehet azt mondják neki, ugye, aki nézi PewDiePie, tudja, hogy van a Meme Review például, vagy a Levi, stb. Sorozata, ahol más emberek által készített mémekre reagál. Az azt jelenti, hogy ezt innentől kezdve nem teheti majd meg. Mert, ami nem 100%-ban a tiéd, azt te nem jeleníteted meg, vagyis ha megjeleníted és ez meg is jelenik, akkor a YouTube-ot csesztetik, és nem elég, ha letörlik. Tehát nem elég az, hogy ó, hát ez másé, akkor töröljük, már a büntetés akkor jár. Tehát ez így bolond dolog, ahogy ezt kitalálták, ez nem normális, nem kivitelezhető. A YouTube egy CEO-ja, ha jól tudom, Susan, nem tudom kicsoda, nyilatkozott arról, hogy ez a technológiában nem működik, tehát ők nem tudják. A nagyon sok probléma volt ugye a YouTube alap felismerő rendszerével, ugye a demonetizing, aki videókészítő vagy tartalomgyártó, az tudja ezt. Az elmúlt egy évben elég sok probléma volt, a YouTube nagyon-nagyon-nagyon leszorította azt a határt, amíg felkerülhetnek, és ha már is egy olyan dolog volt a videóban, ami nem családbarát, már ment is a demonetize, és a pénzt el is vették a videó, sőt, nem kerülhetett ki a felkapottba, tehát nem juthatott el annyi emberhez, amint a YouTube rendszere úgy érzékelte, és akkor ilyenkor nekünk szólni kellett, hogy de ez mégis családbarát, akkor megvizsgálták és elfogadták, ez 3-4 napot vett igénybe. Rengeteg probléma volt ebből, nekem is. Ti nem nagyon vettétek észre, de küzdöttünk azért, hogy a videóink azok kikerülhessenek. Most hála az égnek, lekopogom, egyre többet tanult ez a rendszer, és már nagyon okos. Már tényleg csak, hogy nagyon durva káromkodás van benne, vagy tétrezzük fel, olyan témáról beszélsz, felismeri és rögtön demonetizolja a videót. Ez rendben volt, azt hittük már minden rendben lesz, ugye itt a PewDiePie-os botrány volt a haba tortán, a cseresznye a torta tetején, ki hogy akarja, ezért jött be ez a rendszer, ugye régen szinte bármit megjelenítettél a videóba, ugyanúgy kaptad érte a pénzt, most már nem így van, de ezzel nincs is semmi probléma, én ezzel egyetértek, de ezzel, hogy... Tehát most én ezt a tartalmat itt, szerintem ezt megjeleníthetném, mert ez a saját e-mailem, de ez se biztos. Tehát nem is értem, itt ha elolvastátok a cikket közben, amíg én itt dumáltam, gondoljatok el, hogy a YouTube azt mondja, hogy ha ez tényleg ők ezt így ide be akarják hozni, akkor ő kivonul Európából. Az azt jelenti, hogy ez a rengeteg videó tőlem, bármely magyar, európai videóstól, bárkit, akit nézel is európai, képzeld el, annak a videói eltűnnének. És te nem nézhetnéd. Mi lenne, hogyha én hiába ülnék itt minden nap 18 órakor, nem tehetnék fel nektek egy videót? De nem csak én, a kedvenc videósaid, a te kedvenc videósaid, vagy nem csak kedvenc videósaid, éppen radiátort szerelsz, és nem tudsz egy tutóriát megnézni. Éppen a kocsidat szereled, és nem tudsz egy tutóriát megnézni.
éppen valami érdekes történt a világban, amit nem adnak a tévébe, nem tudod megnézni. Kijött a kedvenc zenéd, nem tudod meghallgatni. Ugye a YouTube-ot nagyon sokan zenehallgatásra használják. Nem biztos, hogy meg fogod tudni hallgatni, mert azt mondta a YouTube, hogy ő nem vállalja be azt, hogy bármi hülyeséget, amit mi csinálunk, azért ő fizessen. Ha ez így megszavazásra kerül, vége a kvázi szabad internetnek, nem csak a YouTube-nak, a Twitch-nek. Ova McKenzie rakott ki egy képet, mert ugye nagyon sokan ürtétek, hogy hát majd átmegyünk Twitch-re! Nem megoldás! Itt a Twitch üzenete. Szintén leírják, hogyha egy ilyen korlátozást a Európai Unió beaktivál, akkor a Twitch-nek is vége. Mert nem tudják ők sem azt, hogy majd az én hibámért ők fizetnek. Tehát nem megoldás a Twitch, nem megoldás a Facebook videó, mert náluk is, ami Európai Unióban megjelenített tartalom, az mind bele tartozik. Nincs kivétel, ne mondjátok. Erről már egy külföldi videós PewDiePie beszélt nagyon-nagyon régen, én ezt a videóját láttam, még akkor már nyáron elindult erről a beszélgetés nálunk, meg se jelentek, és most találtam rá, a Gyöngyi Dávid barátnője küldte a cikket, végre november 20-án, lehet, hogy már hamarabb is más oldal megjelenítette, én a HVG azért egy eléggé nagy megbízható oldal, ugye sose egy oldalról szedd az információidat, mert érdemes több oldalt elolvasni, de végre itt szépen összefoglalják, igaz, csak a YouTube-ról van szó, de szépen összefoglalják, természetesen minden, amit megmutattam, link a leírásba, csekkoljátok le, olvassátok el, meg olvassatok jobban utána, mert én most csak nagyon-nagyon pici részét összefoglalva mondom, és én mindig úgy vagyok vele, utálom az olyan embereket, akik a problémán lovagolnak, én keresni akarok megoldást. A YouTube-nak van ez a Save Your Internet weboldal, a link a leírásban, amúgy youtube.com/saveyourinternet, hashtag Save Your Internet, úgyhogy srácok, először is kommentbe kérném, hogy hashtag Save Your Internet. Továbbá, ha ti bármilyen tartalomgyártók vagytok, érdemes nektek is erről videót csinálni, akár egy-egy perceset, hashtag Save Your Internet, írjátok oda mindenhova, ahova tudjátok, kommentbe, Twitterre, Instagramra, Facebookra, most még ennyit tehetünk. Itt a cikk, nyugodtan olvassátok el, itt vannak videók róla sok-sok nyelven, itt van a gyakori kérdések része, és én itt kerestem, hogy mit tudsz csinálni, nekem ez lenne a legfontosabb, amit kiemelnék, bármilyen problémáról van szó, sose a problémán lovagoljatok, srácok, mindig rögtön megoldást keressetek. Mit tudok tenni? Az a baj, hogy körülbelül semmit. Azon kívül, hogy videót csinálunk róla, és beszélünk róla, mást nem. Úgyhogy beszéljünk róla, srácok, fontos. Itt leírják, hogy csináljunk videót, tweeteljünk róla a hashtag SaveYourInternet néven, Instagramra, mindenhova próbáljátok meg, és kapcsolódjunk be ebbe a mozgalomba, ezen a weboldalon. Itt még nagyon-nagyon sok dolgot leírhatsz róla, olvashatsz róla, de ez a lényeg, tehát amit mi most tudunk csinálni, az, hogy beszélünk róla, megpróbálunk megoldást keresni rá, mert ha ezt így beaktiválják, nagyon nagy problémák lesznek. Nem csak velünk, nem csak tartalomkészítőkkel, nektek is nagy probléma lesz, hogy nem nézhetitek a videókat. Nem csak az enyémet, nem csak az Owen McHenry-t, nem csak a Zsédavét, egyikünkét se, PewDiePie videóit se fogjátok nézni, sőt, ne mondjátok, Mr. Beast-et se fogjátok tudni nézni, mert nem lesz YouTube Európában. Most Mr. Beast egy amerikai tartalomgyártó, vagy bármit a világon, nem lesz YouTube Magyarországon, nem lesz Twitch Magyarországon. Lehet ezek most itt kemény szavak, és lehetséges, hogy nem teljesen ennyire durva a helyzet, nem tudom, mert igazából még nincs róla annyi információnk, de az biztos, hogy úgy, ahogy mi most ismerjük és használjuk a YouTube-ot, a Twitch-et, a Facebookot, úgy nem lesz a jövőben. Tehát nagyon fontos, srácok, hogy ez egy fontos téma. Azért is mondom az én jövőmet, nem csak az, hogy tartalomgyártás, én nagyon nagy YouTube fogyasztó vagyok. Én napi 4-5 órát biztosan töltök a YouTube-ban, nem csak a videókészítéssel, mi Kingával nem tévézünk, nem nézünk tévécsatornát. Mi YouTube-ot nézünk. Az én kedvenc YouTubereimet nézem, DentyDM, PewDiePie, MrBeast, nem fogom tudni ezeket nézni. Mert nem lesz YouTube-om. Ők hiába, a PewDiePie elköltözhet Amerikába, vagy én. Elköltözök Amerikába. De nem fogtok tudni nézni, mert nem lesz platform. Lehet, hogy ilyen titkos VPN-es megoldásokkal majd meghekkeljük, és akkor megnéz. De normálisan nem fogom tudni elérni az embereket. Ez egy bolond dolog, ez egy hülyeség,
Nagyon remélem, hogy ugye folyamatos tárgyalások vannak, ezt leírják mindenhol, folyamatosan próbálják a tárgyalásokat itt is, de itt van ez az egy-két dolog, amit ők kiemelnek. Tehát, hogy ez így a YouTube-nak nem jó. Folyamatosan tartanak a tárgyalások, itt van amúgy Susan Wojcicki. ez az nem, tehát ez lehetetlen kérés, amit most kérnek, itt van leírva, így nyilatkozott Susan. Nem lehet. Tehát srácok, most amit tudunk csinálni, az az, hogy csatlakozunk a kampányhoz, hashtag Save Your Internet, használjátok, beszéljetek róla, remélem a tartalomgyártók is, minél több csatorna beszél róla, annál jobb. Mert értelemszerűen én 192 000 követővel rendelkezem, de van, aki többel, van, aki kevesebbel, édes mindegy, hány követőd van. Ha egy videót tudsz erről csinálni, vagy egy képet, vagy egy posztot, akkor beszélj róla, mert fontos, és én jelentkezem, amint vannak újabb információk. Jelentkezem, hogyha végre megtudjuk, hogy azon kívül, hogy hashtag Save Your Internet, mit tudunk csinálni. Ha lesz egy kampány, hogy aláírhatunk, akkor videót csinálunk róla, megyünk és aláírjuk. Én nem vagyok híve az ilyen nagy felszólalásoknak, de ez egy fontos dolog. Az én korosztályom és az alattunk lévők, az én kistestvérem, Lili, ő ebbe a világban nő fel, neki az internet, az atya úristen, neki a YouTube az, ahol szórakozni tud, ahol ha fáradt este megnéz egy vicces videót tőlem, vagy akárkitől, ez így megszűnhet. És mit fog nézni a gyerek? A híradót? Vagy mit? Jó kérdés. Úgyhogy srácok, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Remélem érthetően szedtem össze, és biztos van más, aki ebbe így belekutakodott, és úristen, minden fontos információt kiemel, még nekem ez eléggé ködös ez az egész, úgyhogy srácok, nézzétek meg hashtag Save Your Internet, hogy mik vannak fent, felmentek YouTube-ra is, beírjátok, hogy hashtag Save Your Internet, biztos rengeteg videó van róla, biztos magyarul is van rengeteg videó róla, tessék, ma magyarul, tehát már van, aki rákeresett itt, hogy magyar. Keressétek meg, nézzétek meg, tessék, itt van Hédinke videója, erre rá is kattintottam. Tehát, hogy bár beszélnek róla magyarul, igaz, ez az egy magyar videó. Aha, tessék, itt is van róla videó. Ha csak 0.53 másodperces, akkor is. Csináljunk róla videót, beszéljünk róla, mert még most ez az egyetlen egy dolog, amit tudunk vele csinálni. Jó srácok, tehát hogy nagyon-nagyon fontos, a Twitch sincs biztonságban és az internet sincs biztonságban. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem végignéztétek, veressetek egy lájkot és iratkozzatok fel, mert jövök még információkkal a 13. cikkely Article 13-nel kapcsolatban. Úgyhogy srácok, legyen további szép napotok és reméljük jövőre is 2019-ben is tudjuk ezt a napi királyságot folytatni, mert itt ugye minden nap van videó, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk holnap, meg minden egyes nap, srácok. Sziasztok!